Mellár Tamás a Párbeszéd Országgyűlési képviselőjét köszöntjük a stúdióban. Jó reggelt kívánok, Jó reggelt, reggelt. kérdezünk, pedig Szurok András, az ATV híradó főszerkesztője. Szervusz, örülök, hogy itt Jó. vagy nálunk. Tessék tiéd az első labda. Köszönöm szépen. Képviselő úr, ne menjünk el szónélkül amellett, hogy ugye gyakorlatilag március végére sikerült a költségvetési hiánynak a 92%-át elérni, az idénre tervezett hiány 92%-ánál tartunk. Ugye azt már megszoktuk az utóbbi években, hogy, hogy már júni, előző év júniusában benyújtják a, a költségvetést, és utána utána nagyon sokszor módosítják, de azért ilyen még nem volt ez idő alatt sem, hogy már márciusra ilyen nagy legyen a hiány. Ön most miben látja ennek az okát, hiszen most már, ahogy a kormányzat fogalmaz, gyakorlatilag az inflációt sikerült földre vinni és ott tartani, tehát kedvezőbbek a feltételek, mint mondjuk tavaly voltak, és mégis ennyire elszállt a hiány. Hát ennek alapvetően két oka van. Az egyik az az, hogy a tavalyi esztendőben nem sikerült teljesíteni az alapvető gazdasági célokat. Ugye hivatalosan is 0,9%-kal csökkent a GDP, de valójában ott 2-3%-os csökkenés valósult meg, ami azt jelenti, hogy kiesett 4000 milliárd forint, tehát nagyon hiányzik az az összeg a költségvetésből is, ezért ugye a tavalyi esztendőben 6,7%-os lett az államházhatási hiány, ugye a terv az, az 3,5% volt eredetileg, és aztán lépcsőbe mentünk följebb és följebb ezzel a számmal. És ez nyilván áthúzódik erre az esztendőre és az idei esztendőben sem fog sikerülni az a cél, amit kitűztek, hogy 4,5%-os gazdasági növekedés. Most már azt mondja nagy Márton is, hogy inkább csak 2,5%, alékos növekedés lesz, és ugyanakkor ugye választási év van, tehát költekeznek, költekeznek, de ugyanakkor nincs megfelelő erőteljes gazdasági teljesítmény, és ebből következik az egyébként, hogy a 2,9%-os idei esztendőre vonatkozó hiánycélt Varga Mihály már most 4,5 százalékra emelte föl, és ahogy ön mondta, az első negyed évben sikerült már az éves hiánynak több mint 90 százalékát elérni, ami egyébként azt vetíti előre, hogy éves szinten igen magas lesz az államáztatási hiány, és ez már ugye az a négy, négy év telt el, már ami, amiben 3% fölött, lényegesen 3% fölött volt az államházhatás. Ilyen, úgy fogalmaztam, hogy ismét érvényes a fiskális alkoholizmus vágyja, amit annak idején Kopis György fogalmazott meg, még a Gyurcsány kormányra. És Bocsánat, akkor... csak hogy jöhet akkor most a túlzott deficit eljárás? Abszolút, abszolút. Szinte. Így van, mert 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 most már vége a kegyelmi időszaknak, ugye, mert a, a COVID miatt volt, hogy akkor a 3%-os kritériumot nem kellett betartani, de most már be kell tartani. Tehát Magyarország most már számíthat, számítania kell arra is. És nyilvánvalóan persze az is visszaköszön, hogy nem jönnek olyan ütembe az Európai Uniós pénzek, amilyen ütembe vártak, és ebből következően ugye ugyanakkor a költekezések mennek, tehát szükségképpen emelkedik a hiány, amelynek következménye lesz egyébként az államadóságnak a növekedés. Biztos, hogy a kormányzat egyébként meg fogja magyarázni azt, hogy itt minden rendben van, és nem kell nagyon félni, de hogy ha ezt a nagy képet nézzük, akkor egyelőre azt látjuk is, halljuk öntől is, hogy nem olyan az ország gazdasági teljesítménye, nincsen megfelelő munkavállaló a hazai piacon, nem jönnek az Európai Uniós források, pláne nem, nem, visszatérítendő források, hogy akkor mi lehet itt majd a megoldás ön szerint? Jöhetnek a megszorítások? Hát nagy valószínűséggel az lesz egyébként, és, és így ne felejtsék el, az infláció letörése is úgy sikerült, hogy jelentős megszorítások voltak. Ugye azért a tavalyi esztendőben a reálkeresetek csökkentek, és a fogyasztás és a lakossági fogyasztás is jelentős mértékben csökkent. És úgy tűnik egyébként, hogy a választások után, tehát június után újból beleszúzva majd a fék, mert egyszerűen más nem lehet tenni. Tehát nincsen a magyar gazdaságnak nagy növekedési potenciája, mert az eddig folytatott extenzív növekedést nem lehet tovább folytatni, mert nincs elég tőke, amit be lehet vonni, és nincs elég munkaerő, amit be lehet vonni. Most már ugye úgy növel, növekszik a GDP, hogy hogy ez külföldi tőkével, főként keleti tőkével, tőkebefektetéssel, és vendégmunkásokkal történik meg. Akik kertvezményes valameg... adókat kapnak, ugye, a beruházók és a munkások pedig végül is viszik ki a pénzüket. Így tehát, van, tehát, tehát e, az a céljuk, e, hogy mind a két jel. oldalról, tehát ugye a, a tulajdonos is kiviszi a, a profitját, és a, és a munkavállaló is kiviszi, tehát a GDP hiába növek, esetleg, de a GNI, vagyis a felhasználható jövedelem, az viszont messze nem fog olyan mértékben növekedni, tehát ha most kiköltekeznek júniusig, akkor ebből igen erőteljesen az fog következni, hogy az év második felébe jelentős megszorítások lesznek, amelyet természetesen nem fognak elismerni, mert, mert ugye 2010 után az a szó, hogy megszorítás, meg reform, azok, azok a tiltott szavak közé tartoznak. Nagy Márton gazdasági miniszter korában hosszan érvelt amellett, hogy az Európai Unió mennyire rossz úton jár, szemben például Kínával, illetve a feltörekvő egyéb gazdaságokkal. Mert hogy az Unióban nagyon ragaszkodnak a költségvetési fegyelemhez, illetve a hiánycélokhoz, ezzel szemben a nagyomású gazdaságnak a koncepciójában benne van az, hogy akár állami ösztönzőkkel is pörgetni a gazdaságot, ami majd aztán egyszer meghozhatja a gyümölcsét abban a formában, hogy a GDP növekedés által az így felhalmozott adóság az kinőhető. Hogy állunk most? Hát a nagyomású gazdaság az akkor működik, ennek két komoly feltétele van. Az egyik az az, hogy legyen egy rugalmas kínálat, Magyarországon viszont a magyar gazdaságban nincs igazából rugalmas kínálat, tehát olyan kínálat, amelyik, amelyik nagyon gyorsan alkalmazkodik a megnövekedett kereslethez. A másik pedig az az, hogy egy zárt ország legyen. Magyarország egy nagyon erőteljesen nyitott ország, amiből az következik, hogyha többet nyomunk ebbe a gazdaságba, akkor annak a folyamánya az lesz, hogy ennél jóval kisebb mértékben fog nőni a GDP, mert hogy lassan reagál erre a gazdaság, illetve elfolyik az a pénz még pedig importra. Gondoljunk bele, hogy a magyar exportnak háromnegyed része az közvetlen vagy közvetett import. Tehát csak egynegyed része az, ami magyar hozzáadott érték. Tehát hiába próbáljuk élénkíteni a gazdaságot, a, a, a például, például a járműipart vagy a gépipart, hogyha annak nagyon nagy az import tartalma, akkor tulajdonképpen szívességet teszünk a külföldnek, mert hogy ők tudnak importálni, mert saját forrásból nem tudjuk ezt kitermel. Ugyanakkor az egészségesebb, mert így azért fölhalmozódhatnak, nagyon nagy tőkék koncentrálódhatnak, nagyon komoly tulajdonok, illetve iparágok, de ennek a letörésében segíthet a gazdasági versenyhivatal, amely most új eszközt kap a kezébe, nevezetesen kompleten át alakíthat teljes szektorokat, hogyha egy új törvénytervezet feltételeinek megfelelően megállapítja azt, hogy ezek a cégek, ezek veszélyesek a versenytársakra, illetve a piacra. Hát ez egy, ez, egy, ez egy szörnyűséges dolog, és szinte példanélkül álló, mert nyilvánvaló az egyébként, hogy, hogy az egy közismert módszer, hogy, 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 hogy piaci szabályozásra szükség van, tehát monopól oligopol helyzeteket mindenképpen kezelni kell, vagy a piaci összejátszásokat. De ennek megvannak a, a maga. Alapelvei ezeket akkor lehet elindítani, hogyha bebizonyosodik az, hogy egy vagy két cég birtokolja annak a piacnak a, a, a túlnyomó többségét, és hogy ezzel a pi, piaci erőfölényel visszaél. Ráadásul egyébként van egy, van egy jogorvoslati lehetőség is az, hogy bírósághoz lehet fordulni. És egyébként ők saját maguk dönthetik el, ezek a cégek, hogy akkor mit tesznek, hogy bontják, eladják. Na most itt nálunk viszont a jelenlegi törvénytervezet egyszerűen félelmetes, mert, mert, mert az állam kezébe akkor a lehetőségeket ad, hogy akkor ők önkényesen dönthetik el, hogy hogy valamely, valamelyik cég az alapvető jelentőségű, és is azzal a veszéllyel járhat. Még, még, nem is történt ilyen, hogy, hogy majd az ellátási biztonságot veszélyezteti, és ebből következően a vezetés le lehet váltani. Itt is van egy nagyon érdekes dolog, hogy majd nem az állam fogja azt, azt kikényszeríteni, hogy akkor adják el, adják el mondjuk egy magyar tulajdonosnak, hanem sokkal inkább a meglévő menedzsment, vagy a menedzsment átalakítása fogja majd kérni azt, hogy ezt alakítsák át. De egyébként a kormányzat ugye meg azzal érvel, hogy hát Hasonló szabályozás nyugaton is érvényben van, tehát ők csak átveszik ezt a, ezt a nyugati mintát, és közben azért zárójelben, tehát viszont azok a, a, a lépések, ugye itt van most például a Spár esete, ahol elég komoly offenzívát indított a kormányzat, ugye Lázár János már arról beszélt, hogy Spárral szemben is tudunk úszni, tehát ez a kettősség azért, azért megvan, tehát tehát valóban vannak ilyen nyugat-európai szabályozások, csak azért a, a hazai viszonyok azért elég unikálisak ebből a szempontból. Hát ugye két nagy különbség mindenképpen van. Az egyik az az, hogy hogy, hogy a nyugati országban a versenyhivatal a szüggetlen a, a kormányzattól. Tehát ugye a, a piacgazdaságnak a lényege az, hogy hogy, hogy semleges intézményrendszernek kell lennie, amelyik semmilyen módon nem befolyásolja a piaci működést. Nálunk viszont monopolizált jellegűek ezek a, ezek a, 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 az intézmények, tehát kizáró jellegűek, ebből következve egyébként akadályozzák a piaci működést. A másik meg egyébként, hogy, hogy az ügyészség és a bíróságnak is a függetlensége, tehát jogorvoslati lehetőség van, és a harmadik nagyon fontos dolog pedig, amiről már beszéltünk, csak akkor szabad egy ilyen eljárást elkezdeni, hogyha nyilvánvaló is bebizonyosodott az, hogy az adott cég vagy az adott cégeknek olyan, olyan piaci fölénye van, amelyik azt jelenti, hogy a piacnak túlnyomó többségét ők ők uralják, és ebből következően lehetőségük van arra, hogy a monopól az erőpozíciójukat tudják alkalmazni. De ezt bizonyítani kell. Tehát itt viszont ebbe a törvénybe az van, hogy ha azt vélelmezi a kormány, hogy... hogy hogy veszélyeztetheti, illetve, hogy, hogy ha abba a kategóriába teszik bele, hogy alapvető fontosságú cég, ami, ami egyszerűen egy gumikategória, mert semmilyen exakt kritériuma nincs. Mert a nyugati világban ott, ott megvan, hogy a piaci részesedésnek mekkora részét birtokolják bizonyos cégek, akkor lehet egyáltalán elindítani az eljárást. Nem valószínű, hogy sokat kell várnunk arra, hogy az a része ennek a törvénynek és rendeletnek, illetve tervezetnek változzon, de jelenleg a Megfogalmazás szerint még a NER érdekeltségébe tartozó cégek sem mentesülnek ennek a lehetősége, a tézise alól. Tehát hogyha ez a fogalmazás meg is történik, mindaddig, hogyha pusztán a tényeket vizsgáljuk, akkor lehet-e ennek tényleg a piacra jótékony hatása? Ezt most jó hiszeműen hisz kérdezem természetesen. Igen, hát egyébként bizonyos szempontból lehetne, csak akkor, csak akkor valóban, ahogy, ahogy ezt ön is említette, alkalmazni kellene a NER mert egyébként itt az, az elmúlt években az Orbánék tudatosan építettek ki monopol és oligopol pozíciókat bizonyos helyeken, és akkor ezt még megspékelték azzal, hogy ezek a cégek kapták meg az állami támogatások nagy részét, illetve az Európai Uniós források egy jelentős részét is, tehát ez kétségkívül így van. Ugye nyilván maga az, hogy az államnak nagyon jelentős gazdasági befolyása van Magyarországon, és itt, itt a, a gazdasági célú támogatások Magyarországon részarányát tekintve kétszerese annak, ami, ami az Európai Unióban van? ami kifejezetten rossz, mert piac romboló, piac, piac torzító hatás. És akkor még nem beszéltünk arról az adórendszerről, ami szintén egyébként egy, egy piac torzító jellegű, mert ezeket a szerencsétlen külföldi kereskedelmi, kiskereskedelmi cégeket egyébként az adórendszer is sújtja, mert ő nekik nagyobb adókat kell fizetniük, tehát valóban nagyon nehéz a helyzet. Nyilvánvalóan az igazi megoldás az az lenne, és remélem, hogy hamarosan az lesz, hogyha ezt az egész törvényt meg lehetne semmisíteni, és tényleg új alapokról egy normatív szabályozást lehetne elindítani, illetve a versenyhivatal is normatív módon tudna működni. Képviselő úr, most már kevés időnk van, így a végére egy, egy ilyen belpolitikai történetet, ha megenged. Ugye az ön pártjához tartozik Jávor Benedek is, ugye, ugye, aki a párbeszéd LP lista vezetője lett volna, azonban most, hogy a DK-MSZP párbeszéd koalíció összeállt az EP, illetve az önkormányzati választásokra, ő azt mondta, hogy, hogy nem fog szerepelni ezen az EP listán. Ugye ön korábban azért fogalmazott meg belső kritikákat a párbeszéddel kapcsolatban. Önnek ez a, ez a Kis koalíció, amit kialakult DKMSP párbeszéd. Ez mennyire a, az ízlésének megfelelő. Tehát ezek után e, hogyan látja a, a saját helyzetét a pártján belül? előtt azt szeretném. E rögzíteni, hogy én nem vagyok tagja a pártnak. Igen, csak a frakciónak. Csak a, csak a frakciónak ebből következően nincs is nagyon beleszólásom ebbe, ebbe az egész ügybe. Van a dolognak egy pozitív eleme, hogy végre elindult egyfajta összefogás ezen az oldalon, de ez most nagyon úgy tűnik egyébként, hogy hogy ez teljes egészében a DK dominálja, a, aminek nagy valószínűséggel az lesz a következménye, hogy a párbeszéd egyre inkább el fog jelentéktelenedni, és szerintem a következő években már nem is nagyon lehet. Majd majd párbeszédről beszélni, és valószínű egyébként, hogy, hogy, hogy Jávor Benedek ezt, ezt érzékelt, és azt mondta, hogy na ehhez a dologhoz ő nem adja a nevét, tehát én azt mondom egyébként, hogy, hogy, hogy helyesen cselekedett, mert, mert ő egy annál sokkal értékesebb ember, mint hogy hogy egy hetedik helyen bócskodja végig ezt az, az egész történetet, mert azért reálisan számolva itt tulajdonképpen csak az, az első négy hely ö, számíthat ö, majd, és, és, ezt, és ezt a DK fogja De és majd ön, meg Önben indított el ilyen fajta gondolatokat, hogy a saját ö, pozícióját a frakción belül akkor így átértékelje, és esetleg, mert ugye korábban is belengedte, hogy esetleg ki, ki, kiszállna a frakcióból. Ez egy, ez egy jó kérdés, és nagyon nehéz kérdés, mert tényleg az volt, hogy, hogy amikor a frakció vezetőváltás volt, akkor, akkor, akkor én tényleg én értem ezzel a dologgal, hogy ha nem lesz és nem lesz egy érdemi munka, akkor ki fogok lépni. Most egyébként egy új frakcióvezetővel, magával a frakcióban egy, egy érdemi munka van, és ebből következzen, bár nagyon nem tetszik az, amit a párbeszéd most csinált ezzel az egész dologgal, de most nem lenne illdom most nekem, nekem, kilépni, vagy a kilépéssel fenyegetőzni, mert hogy, mert hogy tulajdonképpen a korábbi időszakban azok a változások valóban elindultak és mégmentek a frakción belül, nem a párton belül, hanem a frakción belül, ezért aztán én nekem ezt a békát le kell nyelnem. Mellár Tamás közgazdásznak a párbeszéd zöldek országgyűlési képviselőjének köszönöm, hogy itt volt nálunk és Szurok is. Köszönöm. Én is köszönöm László. szépen köszönöm. a lehetőséget.